A nagy orrú. Az önkormányzati labban megjelent fotóját mutatja Binini Kósdi Anna. Ő az egyike azoknak a bajai ellenzéki politikusoknak, akik szerepelnek a Bácskai Naplóban. A képen krumpli orra van. Azt mondja, felnevetett, amikor meglátta. Baján összefogtak az ellenzéki pártok, közös a polgármester jelöltjük, és a Sikeres Bajáért Egyesület színében az összes egyéni választókerületben együtt indulnak. Az ellenzéki jelölteket a Facebookon is bemutatták. Az önkormányzati lapnál ezeket a fotókat mentették le. A politikusok mellől kiretusálták a feliratokat, és egy táblót állítottak össze belőlük. Aztán, amikor a 36 ezer példányban kiadott Bácskai Naplót elkezdték kipostázni, kiderült, hogy nem csak a háttér lett más. Az egyik képviselőjelölt ezt a videót posztolta a változásokról. Az eredeti és az újságban megjelent képeket rakták benne egymásra. Mindegyik ellenzéki politikus arcával történt valami. Nem csak az orrméretek változtak. Volt, akinek hosszabb nyakat retusáltak, másnak a bőrszínét vették sötétebbre. Olyan is van, aki az eredeti képen a kamerába néz, a helyi labban viszont már kicsit bandzsán, a távolba. Kis stílű húzás. Ezt mondták az ellenzéki összefogásnál. A szimpátia felkeltésére kevésbé alkalmasak ezek a képek, mint az eredeti arcunk. Apró torzítások ezek, de 9 éve tapasztalom ezt a Bácskai Napló szerkesztési elvében, hogy kicsit mindig eltorzítják a valóságot. Kerestük a Bácskai Naplót, hogy mivel magyarázzák a különbségeket. Géci Zsolt főszerkesztőt telefonon értük el, de azt mondta, nem akar nyilatkozni, és letette. Írásban azt válaszolta, hogy a Bácskai Napló szerkesztősége egyetlen alkalommal sem hamisított fotót, és a jövőben sem fog. A fideszes városvezetést hiába kerestük. Az RTL Híradó kérdésére a kormányszóvivő arról beszélt, hogy mindenkinek a szabályok betartásával kell kampányolnia. A kormánynak ebben nincsen semmi hatásköré, én magam sem vagyok képszerkesztő. Egy dolog van, amit ilyen, és ehhez hasonló, hogy teljesen más ügyekben is mindig leszoktunk szögezni, a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Baján a helyi lapot, tévét és rádiót ugyanaz az önkormányzati Kft. Működteti. A céget tavaly több mint 2 millió forintra büntették, mert az országgyűlési választás előtt alig szerepelhettek bennük az ellenzéki jelöltek.